Pszichológus Imre. Magyar pszichiáter, bár Jugoszláviában született, méghozzá 1966-ban. A Viaszat 3 televíziós csatornán sugárzott, Bevállalja című sorozattal lett országosan közismert. Pszichiát saját bevallása szerint szülész szeretett volna lenni. Budapesti magánpraxisát 2017-ben végre felszámolta, újra megnősült és Vidékre, Noszrajába költözött. A magyar női vízilabda válogatott, valamint további két csapat pszichiátere. Korábban dolgozott a Győr Jeltó labdarúgó, illetve a ZF Eger vízilabda csapata mellett is. Évekig rendelt Lipót mezőn, ahol elsősorban drogfüggőket kezelt. 16 könyve jelent meg, és Nabuját szel. Ez az Oedipus baromság, amivel megmérgezted a világot. És ami azóska sajtó visz hangodon átviszi várgon. Úgy butította a köztudat alatt itt, hogy aki látod. Azt hitte az állkapcsot helyett az agyad rágja a rákot. Ne kérdezz meg, hogy jutottunk idáig. Én nem csálok más, csak sorolom a hibáid. De mielőtt beleszólnál és eljutnak a vitáig, megígyezném, te mondtad, hogy nem a tudat irány. Lehet, hogy doktor Freddy Krüger átver, mert lassan úgy untat ez a dialógus, hogy kezdem azt hinni, nem pszichiáter, hanem egy túlórázó anesteziológus. Sigmund Freud. Zsidó származású osztrák neurológus, pszichiáter, a pszichoanatikus iskola megalapítója. 1856-ban született, 1939-ben 83 évesen elhunyt. Kezdetben hipnózissal dolgozott, később úgy látta, hogy nem mindenki hipnotizálható, és nehéz tartott eredményt elérni. Ekkor felfedezte, hogy az elfojtott, tudattalanná vált emlékeket szabad asszociáció révén is felszínre hozhatóak. Ebben alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek. Ezt nevezte a tudattalanhoz vezető Via Regina, azaz Királyi útnak. Magyarul 62 könyve jelent meg. Freud azt mondta, hogy vágyom, tehát vagyok. Illetve még hozzá kössük a freudi elszólást is. 20 éven át szenvedett állkapocsrákban. Itt eljátsza nekünk Echo. Melyik a rosszabb választ ki az egyiket, egy ültét majmolom, te hova sejriket? Inkább ne is válasz, hogy tudom, mit mondanál, és már így is zavar, hogy tényleg ez. De ha kedvem támad, cián majd szólni, biztosan neked fogok majd szólni, mert sokkal jobban tudsz gyógykezelésnél öngyilkosságba hajszolni. Lehet, hogy a bulvárlapok rólad szólnak, de az egyetlen lap, aminek rólad kéne szólni, egy diagnózissal beleírt korlap, rajta pedig kezelésként lobotómia. Lack János. 1971-ben született József Attila díjas, Móricz Zsigmond ösztöndíjas, magyar költő, író, műfordító, tanár, nyugatkutató és fotós. Születési neve Oláh János. Publikálása kezdetekor vette fel a Lackfi nevet, hogy az apjával ne tévesszék össze. Több mint 40 verse jelent már meg, ezen felül 4 drámája, 39 prózája, 19 műfordítás, 4 kötete megjelent idegen nyelven is. Ezen kívül van egy filmje, illetve 2 film szerepe. Az elismeréseit felsorolni nem lenne egyszeri, úgyhogy csak annyit mondok, hogy 38-at gyűjtött össze. Itt eljátsz nekünk Andor. Dúva vagy annak, hogy verbálisan egy nagy nulla vagy. Talán nem volt virágosan mondandom, ezt belátom az egyik füledembe, a másikat meg levágom. Rohányító lopsz, csak szarkavaró jampi vagy. De ha én írok valamit rendszerint a partina... Varró Dani. 1977-ben született József Attila díjas, Móricz Zsigmond ösztöndíjas, magyar költő, műfordító. Jelenleg 11 önálló kötete jelent meg, de műfordításokat is végzett. Fordított már köteteket, antológiákat, folyóiratokat, színdarabokat, opera és musical fordításokat, illetve könyvfordításokat. Az elismeréseit felsorolni nehéz lenne, úgyhogy csak annyit mondok, hogy 16 darab elismerést gyűjtött be az élet folyamán, és itt eljátsza nekünk Kenny. Nevedési keret hozzánk képest parányi, ami azért beláthatjuk, hogy elég rossz arány. Az, hogy megváltoztatod a neved, nem elég ahhoz, hogy a szüleid árnyékát levedd, de a valódi okodat tudjuk jól, nem vagy más, csak egy hírnévre szomjas troll. Csodás a nyelvünk, sok mindent megenged, de nem kéne erőltetned meg a fiatalos szenget, ami a műmájás stílusodon sokszor átosom, mert ehhez rohadt túl öreg vagy Jánosom. Ki következik? Te döntesz. Kritikán hallani. Még szerencsére nem vagyunk kritikusok. Baj a hajammal. Ha tetszett a videó, akkor azt jelezd felém, és ne felejtsd el csekkolni a Homokkora csatornáját is. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!